Országos versenyt hirdetett a Domovári I. és Gyula gimnázium. A versenyzőknek sporttörténeti kérdésekben kellett otthon lenniük. Ez az ötlet és ez a verseny mindenkinek szól, aki szereti a sportot. Minden kedves diákot szerettünk volna Magyarországon megszólítani. A kategória az nyitott olyan szempontból, hogy 5-esektől 12-ig terjednek a versenyzők. Ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy a saját tanári gyakorlatomban úgy tapasztaltam, hogy egyáltalán nem a kortól függ az, hogy ki mennyire lelkes és ki mennyire okos. Itt vannak olyan 5-es kisgyerekek, akik a verseny fél idejében nagyon is az élmezőnyhöz tartoznak. És hát külön örömömre szolgál, hogy szerveztünk már hasonló témában Dombováron versengés, de csak dombovári iskolák számára, és most az ország minden tájáról érkeztek a gyerekek. 12 iskola, 30 versenyzője van itt ma, többek között a Nyíregyházi gimnáziumból, Egyházi gimnáziumból, Evangélikus gimnáziumból, Monori gimnáziumból, Szombathelyi Nagy Lajos gimnáziumból, Kispestről, egy általános iskolából, Pécsről, Balatonfűzfőről érkeztek a vidékiek, és majdnem mindegyik dombovári iskola is képviselteti magát. Tervem és az álmom az, mint megálmodónak vagy ötletgazdának, hogy nem sokára a városunk ünnepli Buzánszky Jenő születésének 100. évfordulóját. Addigra szeretnénk ezt a versenyt annyira bejáratni, hogy akár még többen legyenek, akár több kategóriában is, és ehhez komoly támogatást kaptunk a város önkormányzatát, a személyesen Pintér Szilárd polgármester úrnak is köszönöm a anyagi hozzájárulását, és talán azt még elszabad mondani, hogy a Tamási tankerület igazgatója Csike Tamás úr is támogatta ezt a rendezvényt, illetve voltak olyan dombovári kedves szülők, adományozók, akik szintén hozzájárultak a verseny sikeréhez. Az első Buzánszky Jenő országos sporttörténeti versenyt már több olyan vetélkedés előzte meg, ahol a 49-szeres magyar válogatott labdarúgó munkásságán volt a hangsúly. Volt egy nagyobb szabású, amelyik Európai Uniós támogatásból valósult meg 2 évvel ezelőtt, és 2 kisebb szabású már, ami a tananyagot illeti, mert a tananyag most szerintem minden idők legnehezebb tananyaga, de ezt is sokan vállalták, hogy fölkészülnek rá. Témakörök vannak. A témakörök részben Jenő bácsi életrajzához kapcsolódnak, az ő személyes életrajzi kérdései, részt vett az 52-es Helsinki olimpián és az 54-es labdarúgó világbajnokságon, erre vonatkoznak írásbeli és szóbeli témák, és hát a gyerekek ismerik a mai sportolókat, talán őket ismerik a legjobban, ezért úgy gondoltam, hogy a tokiói olimpia magyar sikerei legyenek a 4. témakör. Van egy írásbeli tesztfeladat, van egy szóbeli forduló, aminek most tartunk a fél idejébe, és a végén lesz egy extra forduló, amit a Dombovári Gimnázium által elhíresített gyomógombos berendezéssel fogunk megoldani, ahol nem csak tudni kell, hanem nagyon gyorsan kell tudni, mert akinek ég a lámpája, azt fog válaszolni. Értékes könyvjutalmakat kapnak a versenyzők, szeretném hangsúlyozni, hogy a felkészítők is, mert szeretnénk őket is jutalmazni. Teljes ellátást tudtunk az adományozóknak köszönhetően biztosítani, és hát nem utolsó sorban egy sportverseny, az érmek is illenek, tehát a felkészítők és a versenyzők érmeket is fognak kapni. A zsűri elnöke örömmel fogadta el a felkérést, mint mondja, mindig örömmel jön Dombovárra. Nekem nagy öröm az, hogy rengeteg ilyen gyerek van, aki érdeklődik a sport iránt, az olimpia iránt, de ehhez kellenek ilyen elkötelezett emberek, mint dr. Szenyéri Zoltán is. És itt látszik a csapatok felkészítőin is, mert ők általában ott vannak más hasonló jellegű, általunk rendezett vetélkedőkön is, illetve láttam a múlt héten, hogy a labdarúgó vetélkedőn is nagyon jól szerepeltek, például igazgató úr csapatai. Nekem pedig azért is újszerű, mert magam is szoktam vezetni ilyeneket, és most a másik oldalra kerültem, de nagyon élvezetes, és látszik, hogy a igazgató úr is begyűjtötte azokat a tapasztalatokat, amik voltak régebben is, illetve újszerű dolgokat is kitalált, és a gyerekek is legjobban várják majd itt a nyomógombos feladatot, mert ugye az egy kicsit változatosabb, izgalmasabb. 5-tagú zsűri felügyelte a verseny tisztaságát. A korosztályban különböző versenyzők zöme fiú volt, de voltak vállalkozó szellemű lányok is, akik ezt egyáltalán nem érezték hátránynak. Inkább a csapatversenyeket szeretem, tehát hogy mikor így összefog a csapat, de egyébként az egyéni sem rossz, tehát hogy jó úgy. Hát, hogy látszik az, hogy azért tanultam. Nagyon régóta érdekel a sport, úgyhogy ezért is jöttem el erre a versenyre. Úgy igazából a foci a kedvenc sportágam, de az összeset szívesen megnézem, és 9-ben szerepeltem az iskolával, és az iskolában ennek nagy hagyománya van, amikor még a szellemi diákolimpiát, Mezőferenc szellemi diákolimpiát rendezték. Ott szerepeltünk, országos döntőbe is eljutottunk.
sajnos a Covid ezt megakadályozta, de nagyon örülünk, hogy itt Dombóváron rendeznek most egy hasonló versenyt. Úgy gondoltuk, kipróbáljuk milyen. A többfordulós verseny utolsó és legizgalmasabb feladata a nyomógombos játék volt, ahol a mezőny egyik legifjabb játékosa bizonyította, hogy a sporttörténelem ismerete valóban nem korhoz kötött. Apukám is nagyon szerette a sportot, én mindig nézem a sportot, és nagyon szeretem már kiskorom óta. Minden nap készültem nagyon sokat. Hát apukám nagyon sokat segített, ő nagyon jó ebből. A fiatal pécsi versenyző zárt az élen az első Buzánszky Jenő országos sporttörténeti versenyen Dombováron.